Idén is nagy érdeklődés övezte az immáron 34. alkalommal megrendezett Albarégia Nemzetközi Ásványbörze és Ékszervásárt. Ez nem is csoda, hiszen az ásványoknak rengeteg gyógyító vagy fájdalomcsökkentő hatást tulajdonítanak. De persze akad olyan is, aki csak a szép kinézetük miatt, valamint a mineralógia, azaz az ásványokat tanulmányozó tudományák szeretete miatt gyűjti az ásványokat, mint például Bősz Imre, aki még a főiskolán kezdett el foglalkozni a témával. Ugye mindenki gyűjt valamit, aki van ilyen affinitást, ugye kinder figura, meg szalvéta, hát én ásványokat, meg ősmaradványokat gyűjtök. A Videoton Oktatási Központban tartott ásványbörzék állandó szervezője Kovács Pál volt, aki az idei évtől adta át a stafétát kollégájának, Németh Tamásnak. De mint mondja, az ásványok továbbra is az élete részét képezik majd. 25 évig próbáltam működtetni a Fehérvári Ásványszakot is a felnőtteknek. Most már egy kicsit háttérbe léptem, és októbertől elindítottam egy utánpótlás válogatottat, ami azt jelenti, hogy egy gyerekcsoport indult október első hétvégén, Szénetéri Könyvtárban. Havonta egyszer találkozunk minden szombaton délőttönként, most már van mögöttünk három gyűjtő túra, úgyhogy megvan ilyen szempontból az utánpótlás a Fehérvári Ásványos Élettek működik, két szakkör is, meg most már szerintem még nagyobb látogatottsággal fog működni, szerintem ez az ásványbörzék. A mostani alkalmon több mint 50 kiállító mutatta be gyűjteményét 1000 négyzetméteren, de ahogy azt már a korábbi években is megszokhatták, számos programmal várták az érdeklődőket.